The past is gone. Now is the future. Hát szerintem ez egy teljesen egyedülálló autós fesztivál élmény, ahol megvan a fesztiválos hangulat, és azoknak, akik BMW-sek, akik benzinvérűek. Lényegében kihíztuk a területet, egyre nagyobb a találkozó, egyre több a BMW. Ott volt egy strandfelújítás, amiatt leszűkült az a terület, amit használni tudtunk. Itt pedig egy nagyon jó lehetőség adódott, és visszakaptuk azt, hogy strand van, hogy kemping van, hogy plac van, ahol a füstölés, az aréna, minden meg tud valósulni. Úgyhogy egyértelmű volt a döntés, amikor ráadásul bejött egy kemping felújítás, és 3 évvel ezelőtt át kellett költöznünk Kunfehértóra. Előre nehéz tippelni, 1000 fölötti BMW-t azért várunk, mert azért ez most már az utóbbi években mindig megvolt, és hát az össz létszám, aki megfordult tavaly a területen, mindenkivel együtt az 8000 fő környékén mozgott, nem mint BMW-s, de valamiért eljött ide a területre, megnézte ezt a találkozót, a fesztivált, vagy eljött a partiba, a diszkóba, úgyhogy reméljük az idei év is legalább hozza ezt. Van egy nyeremény autónk, és szerintem a nyereményautóknak több mint a felét nem BMW-s nyerte meg. Ebből az látszik, hogy nagyon sok vendégünk nem BMW-s, csak hozzá csapódik ehhez a BMW-s közösséghez. 5 nap, ugye most az első napon vagyunk, vasárnapig leszünk. Vasárnap is érdemes itt maradni, vasárnap fogjuk a nyereményautót sorsolni, és az nyerheti csak meg, aki egyrészt bérletes karszalaggal van, másrészt ott kell lenni a sorsoláson. Ez a legfontosabb. Ezen kívül minden napra készülünk programokkal, Drift Arena holnap indul csütörtökön. Autós Drift Arena is lesz, és Drift Go-kartok, Drift Trike-ok is lesznek. Nem kell tönkretenni mindenkinek a kocsiját, lehet driftelni a kis járgányokkal is. Itt nem messze tőlünk vannak a kis mopedek, amivel a homokpályán lehet menni. Homokfutó is van, quad is van. Reméljük bírják majd a strapát, ez egy újítás idén. Van a Dodge Jam, rengeteg csapatvetélkedő, egyéni vetélkedő. 37 fokot mondanak, úgyhogy a strand szerintem nagy vonzerő lesz. 3 éjszaka van ugye a nagy diszkónk itt mögöttünk. Nagyobb fénytechnikát hoztunk, lesznek még effekt elemek, amik mondjuk a tavalyi évben nem volt. Kibővítettük még a VIP-t, mert lesz tulajdonképpen a pénteki napunk az hosszú évek óta, most lesz egy élő Cosmix koncert. Cseréltünk egy-két DJ-t is. Hát most jelenleg így a számok azt mutatják, hogy nagy az érdeklődése, nagyon. A legújabb, aki mondjuk tavaly nem volt, az mondjuk Regálili, aki egy újítás számunkra. Emellett még nagyon sok Rádió 1-es DJ, akkor Emlékek éjszakájában nagyon sok DJ jön, tehát Pete Junior, Szatmári is, például ugye tavaly évben nem volt. A szombati napunk az úgy néz ki egyébként, hogy Classic House White Party, ami végül is azt akarja, hogy így a 2000-es éveknek a house részét próbálja feleveníteni, és az a régi White Party is bulikat próbál így visszahozni. Tavaly volt az első, akkor nagyon nagy volt rá az igény, most még nagyobb rá az igény. Aki ugye vette a BMW találkozóra jegyet, az ugye automatikusan be tud jönni, díjmentesen, mert azt a BMW találkozó által ugye ő be tud jönni hátul, teljesen ingyen. Ugye aki meg előjön be, ugye van napi jegyünk, meg van VIP jegyünk. A VIP jegyünk az Gold VIP néven megy, lényegében véve korlátlan a fogyasztást ő tartalmaz. Nekem személy szerint van egy olyan élményem, hogy saját versenyautót csináltunk Attilával, a szervezőtársammal. Hatalmas buli volt, mindenki ívott, én pedig ültem az autójába, programoztam a kocsit, mert nem találtunk meg 100 lóerőt, ami miatt előtte a gyorsulási versenyen csúnyán kikaptunk. És hajnali egy körül sikerült megtalálni azt a 100 lóerőt a programozásban, és utána hát nem részletezném, de aztán kipróbáltuk, és hát nem maradt ellenfél az úton, mondjuk úgy.
jövőn.